estét kívánok, köszöntöm a Szombathelyi Televízió nézőit, ma holnap című közéleti magazin műsorunkat látják. Három témával készültünk önöknek a mai adásban. Interjút láthatnak hosszabban Varjú Gábor állatorvossal, aki egy súlyos baleset után lábadozik. Stábunk otthonában kereste fel a népszerű állatorvost, aki beszámolt arról, hol tart a rehabilitációja, és arról is, hogy kerekesszékből ugyan, de már újra dolgozik. Bemutatjuk önöknek a Szervát ültetettek Győr-Moson, Sopron és Vas megyei egyesületét. Ez egy frissen alakult szervezet. Elmondják a vezetőik, hogy kiket is tömörítenek, mi a céljuk és milyen programjaik vannak. És figyelmükbe ajánljuk a Pinkavölgyi Halasnap rendezvényét, amely július 9-én lesz Vaskeresztesen. A szervező Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége részéről köszöntöm az ügyvezető elnököt, Puskás Norbertet. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét kívánok, köszönöm a lehetőséget! Milyen célokat fogalmaztatok meg annak idején, amikor a Halasnap ötlete felmerült, mert hogy itt enni kell? Pinkavölgyi Halasnap az lényegben 8 évvel ezelőtt indult, de igazándiból 9, mert egy év ugye kimaradt a rendezvényünkből, és hát a kezdetekben az volt a gondolatunk, hogy Vaskeresztesen, ahol a szövetség központja van, kevesen ismerik azt a térséget, és csodálatos természeti értékei vannak a térségnek, illetve olyan hagyományai, kulturális értéke, mint jó lenne, ha többen megismernének. Igaz, mi minden nap ott dolgozunk, de Szombathely lakossága, a Vasmegyei Horgászközösség, ami ma már 12 ezer főt számlál, keveset tud erről a területről, és úgy gondoltuk akkor, hogy indítunk egy pályázat keretében, egy olyan halas napok volt az első, mert ez egy kétnapos rendezvény volt, amiben helyet kap a horgászat, a halfogyasztás népszerűsítés és a helyi kulturális értékek bemutatása. Hát innét indult a hagyománya, és igazándiból a rendezvény azóta is évről évre nagyobb siker, mindig többen és többen jönnek ki. Tavaly évben voltak talán a legtöbben rajta, és hát programjában és tematikájában a hal körül forog általában minden, főleg a halétel fogyasztása kerül a középpontba. Vasmegyében mi vagyunk a legnagyobb halgazdálkodó szervezet, ami azt jelenti, hogy horgászvizekből közel 1400 hektárt kezelünk. Itt Vasmegyében nincsenek nagy halastavak, amiket halásznak, nincs jelentősebb haltermelési kapacitás, így a társadalom számára sem annyira elérhető a halászatból származó fogott őshonos magyar halak, inkább csak ugye a boltokba tudnak vásárolni, és egy kicsit azt tűztük ki célul, ha már az a megye ilyen adottságokkal rendelkezik, akkor ezen a napon legyen lehetőség különböző halételeket kóstolni, amelyek Magyarországon előállított halakból készülnek. Most is úgy lesz, mint a korábbi években, hogy lesznek központi sátrak, ahol készülnek halételek, illetve a főzőcsapatok. Neveztek már, vagy lehet még jelentkezni? Így van, igazándiból még van néhány nap a nevezésig, ösztönöznénk is minden baráti társaságot, hogy nevezzenek. Most jelenleg olyan 10 csapat körül áll a nevezés, olyan 20-22 csapat is szokott lenni, reméljük az idén se szakítódik meg ez a hagyomány, és fognak főzőcsapatok jönni. Lényegében nevezési díj nélküli a főzőversenyre, illetve a horgászversenyre a nevezési lehetőség. Egy online felületen kell, a vasivizeken.hu oldalunkon tudják ezt leadni mindenki, aki szeretne indulni. Hétfőig várjuk a nevezéseket. Annyi eltérés van az idei évben, hogy most nem központilag biztosítunk a főzőknek halat a főzéshez, hanem biztosítunk egy összegkeretet, amit a szövetség nevére kérnek számlát, és akkor olyan halfajt vásárolhatnak, és olyan fűszereket, amit ők szeretnének. Ezzel úgy láttuk, hogy egy kicsit megkönnyítjük a csapatok dolgát, mert mindenki általában különlegesebb ételekkel készül, mi meg ugye két pontot szoktunk biztosítani, ami nagyon jó halétel, csak másfél évvel készülnek, és akkor így gondoltuk, hogy ez nagyobb segítség, és nekünk is logisztikailag könnyebb megoldani azt, hogy a csapatokat így segítsük. Horgászversenyekre még szűkösen, ifjúságiban és versenyző kategóriában lehet nevezni. Hobbiban pillanatok alatt elkeltek a helyek. Összességében 3 helyszínen fog horgászverseny zajlani. Vaskeresztesi Pinkaholtágon, a Vaskeresztesi Önkormányzatnak a Kistaván, illetve a Szövetségi Központ előtti Alpesi Horgásztavacskánkon, amin lényegében 3x15 ember tud egy időben horgászni. Hát ez elsődlegesen egy barátságos horgászverseny, nem része a versenysorozatunknak, semmilyen regionális bajnokságunknak, tehát lényegében itt inkább a jó hangulat és a
horgászat élményének megélése a cél, nem pedig az, hogy verseny legyen szigorú körülmények között, de természetesen az végén mérlegelünk, és győzteseket is hirdetünk, mind ifiben, mind profiban, hobbi horgász kategóriában, és általában külön díjakat is szoktunk kiadni. Hát a főzőknél pedig az előbb azt elfejtettem megemlíteni, hogy két halétel kategóriába tudnak nevezni, tehát klasszikus halászlével lehet indulni, vagy pedig mellette egyéb halételek kategóriában. Ebbe aztán lényegében, ami a fantáziába belefér, ezt azért is most már egy néhány éve így tartjuk, mert egy halászlét egy sült hallal, vagy egy füstölt hallal nagyon nehéz összehasonlítani, úgyhogy így három, az első három helyzettet díjazzuk kategóriánként, meg hogyha a zsűri úgy ítéli meg, akkor külön díjakat is szoktunk kiadni. Ahogy említetted is, a csapatok túllépnek a hagyományos halászlé, rántott hal, sült hal kombináción. Egészen különleges fogásokat lehetett kóstolni már az utóbbi években. A harcsaburgertől, a halas palacsintán, a hallal töltött káposztán keresztül tudható-e, hogy a csapatok idén mivel készülnek, illetve cél-e az, hogy változatosabbá tegyük ezeket a recepteket? Kifejezetten még nem gondoltunk arra, hogy a különlegességet is még díjazzuk, hanem igazándiból örülünk annak, aminél többen jönnek el, de az idei évben is azt látjuk, hogy akik eddig neveztek, hogy 50% a halászlével indul, vagy halászlé féleséggel indul, és a másikak pedig vagy sült hal, vagy füstölt hal érkezett, azt hiszem most is nevezők között, de általában, mint mindenben itt is, szeretjük az utolsó pillanatra hagyni a jelentkezéseket, úgyhogy jövő héten lesznek igazán pontos információim arról, hogy a csapatok milyen ételekkel is készülnek. De remélem, hogy sok ízletes halétel lesz, és aki kilátogat, az igazándiból a főző csapatoknál is korlátozott mennyiségben, mert általában elég nagy baráti társaságokkal érkeznek. A csapatok ugye általában ők azokat szolgálják ki, de mi természetesen készülünk ilyen központi hal étel kóstoltatással. Annyi az eltérés az idén, hogy sajnos minket is megérintettek ezek a magas halárak, illetve a kapcsolódó alapanyagok, és hát civil szervezetként az Országos Horgászszövetség támogatásával tudjuk megrendezni a rendezvényt, de most az idén egy 500 forintos jelképes halétel kóstoló hozzájárulást szedünk, ami azt jelenti, hogy egy központi regisztráció után kap egy zöld karszalagot az illető, és akkor azzal lényegében négyféle halételt lehet kóstolni. Tehát nem külön-külön kell 500 forintot fizetni mindegyikért, hanem összességében kérünk annyit, hogy ennyivel segítsék a kilátogatók a rendezvényünket. Lesz halászlénk, többféle halból sült halunk, lesz halburgerünk, illetve lesz egy halbász kolbász, ami egy ilyen hotdog-szerű formába fog majd kínálásra kerülni, és lényegében ez a négy étel közül tudnak választani, akik kijönnek, ezek szakaszosan kerülnek kiosztásra, először indulnak a halászlé, majd a sült hal, és akkor így csatlakozik rá a halburger, illetve a halbász. Ez a halbász, illetve a halburgerünk az egy, van egy Panarini nevű vállalat, akinek egy különlegessége ez, és mi is most ezt fogjuk bemutatni. Ez tokhalakból készül, ez azért is ajánlom a figyelmébe a kilátogatóknak, mert tokhalat elég kevesen fogyasztottak, és macerás is azért a hétköznapi konyhába bevinni egy tokhalat. Úgyhogy ez a halburger, meg a halbász, kolbász, ez nagyrészt tokhalból, illetve afrikai harcsából készül, és hát persze a szakácsaink, meg az önkénteseink ügyességén múlik, hogy ez milyen módon lesz feltálalva. Ugye azért ez nem egy profitorientált rendezvény, hanem ez arról szól, hogy ezt a mi, mint civil szervezet a lehetőségeinket maximumra téve megpróbáljuk saját kollégáinkkal, önkénteseinkkel megszervezni. Egyre nagyobb a rendezvény, úgyhogy biztos, hogy van nekünk is még hova fejlődni, mert tavaly 1500 ember körül látogatott ki, azért már így a szövetségnek a kapacitásait, kereteit azért sokszor feszegeti, de reméljük, hogy az idén is jó időjárás lesz, és jó hangulat is lesz hozzá, és akkor mindenki jól érzi magát. Vannak törekvések országos szinten is arra, hogy növeljék a magyarok halfogyasztását, már csak a halpéntekre gondoljuk, mint kezdeményezésre. Mennyi halat eszik a magyar, vagy mennyi halat esznek a vasiak, lehet-e tudni?
Sajnos azt nem tudom, hogy a vasmegyék mennyit fogyasztanak, annyit egy korábbi felmérésből tudok, hogy kevesebbet, mint az országos átlag, tehát felénk kevesebb a halfogyasztás, ez vélhetően betudható annak is, hogy nálunk nincsen a halászatnak se hagyománya, se a tógazdasági halászatnak, se pedig a természetes vízi halászatnak. A halpéntek és egyéb halmarketing kezdeményezések, azok ugye országosan tényleg egyre sikeresebbek, és egyre jobban ráirányítják a figyelmet a magyar halnak az egészséges ételként való feltállalására, fogyasztására, ösztönzi az embereket, és összességében országosan ilyen 6-7 kg körül mozog az átlag éves fogyasztás, ami azért és abból jelentős részét karácsonykor fogyasztjuk el, és ez mellett hát Európában is sokkal magasabb a halfogyasztás, persze a tengeri országokkal nem tudunk versenyezni, de azért van még hova fejlődnünk. Most ez egy kicsit nehezíti, hogy az idejében a halgazdaságok is nagyon nehéz helyzetben vannak a csapadékszegény időjárás miatt, a dráguló takarmányok miatt, ami sajnos mind a horgászhalban, mind pedig a hétköznapi gasztronómiába felhasználásra kerülő halnál is jelentős árnövekedést okoz. Hát reméljük, hogy ezen túl leszünk majd előbb-utóbb, és akkor mi is még több és még különlegesebb halételekkel tudunk szolgálni. Említetted, hogy a helyi értékek is fókuszában vannak ennek a rendezvénynek. Néhány olyan programelemet emelj ki nekünk még, kérlek, ami nem gasztronómia, nem halfogyasztás, hanem inkább kultúra, illetve a gyerekeket mivel várjátok? Én azért annyit még a halgasztronómia zárásaként, hogy azért Andrejszky Zoltán, aki egy ismert halételeket készítő tévében is látható személyiség, ő is meghívást kapott a rendezvényünkre, és ő külön egy kis főzősóval készül 10 óra 30-tól, tehát aki szeretné őt, már délelőtt lesz olyan programunk, ami még a főzésen kívüli és gasztronómiához kötődik, és ezt követően pedig gyerekeknek várjuk az Alma Együttessel a fiatalokat, a programokkal a minden díjmentes, tehát aki ahogy érkezik, szabadon nézhet, tehát belépőjegyeket nem szedünk. Ez mellett lesz a szentpéterfai nemzetiségi tánccsoport fellépése, valamint a vaskeresztesi hagyományőrzőkből a legkisebbektől a legnagyobbakig, és hát az esti zenekar is igazándiból most az Ganó együttes lesz, aki ott egy térségi fiatalokból álló, kicsit nemzetiségi, kicsit modern zene egyvelekből fog nekünk este egy kis talpalávalót adni, úgyhogy lényegében minden pillanatban lesz mind gyerekeknek arcfestés, lufikánoán, bohóc program, tehát aki kijön délután 2 órától lényegében különböző időpontokba tud halételeket kóstolni, mellette pedig amikor éppen egy kicsit pihenne, akkor tud olyan gyerekprogramokat, illetve kulturális fellépőket hallgatni, ami szerintünk értékes és tartalmas. Ha sokan leszünk, akkor mindenkinek azért kérjük a türelmét, mert a hely adottságai meg a személyzet, meg a segítőknek a kapacitása is véges, tehát természetesen azon leszünk, hogy mindenki tudjon valamilyen halételt kóstolni, és egy szeretettel várjuk a Pinkavölgyi Halasnapon. Ez egy igazi családi hal happening, még egyszer július 9-e szombat vaskeresztes. Köszönöm szépen a beszélgetést, és sikeres rendezvényt kívánok! Köszönöm szépen én is a lehetőséget! A következő percekben pedig egy mély interjút láthatnak Varjú Gábor népszerű állatorvossal, aki tavaly szeptemberben szenvedett súlyos kerékpáros balesetet. Azóta lábadozik, közösségi oldalán folyamatosan hírt ad arról, hogyan halad a rehabilitációja, és kerekesszékből ugyan, de most már visszatért dolgozni. Stábunk otthonában látogatta meg Varjú Gábort. Időfutam biciklivel mentem, aminél így előre görnyed az ember a rákönyököl a kormányra, és mindig fel kell nézni, hogy mi van előttem, és nem néztem fel, és az út szélén ott parkolt egy teherautó, és annak sikerült neki menni. Hát így ha sík vidéken megyek, akkor egy ilyen 35-40 km közötti tempóval szoktam haladni, és valószínűleg így történhetett a baleset ennél a sebességnél. Részletekre semmire nem emlékszem. Én úgy gondolom, hogy sok-sok véletlen történik az ember életébe, és néha van olyan, aminek ilyen fatális kimenetele van, hogy akár utána 2 hétig élet-halál között
lebegek, és egy maradandó komoly mozgáskorlátozás lett a következménye, de nem érzem ezt egy végletes tragédiának, nem úgy élem meg. Volt pár nap, amikor így erősen gondolkoztam róla, hogy vajon miért történt ez, a jelen helyzetből mit lehet a legjobbat kihozni, ezzel kell törődni. Végülis eddig is ezt tetted. Igen, igen. Hát ez a baleset után sem változott semmit. Most ilyen helyzetben vagyok, ezzel kell élni, kár ezen hosszú távon törni magunkat, hogy a sors, vagy felsőbb akarat, vagy a véletlen, vagy hogy miért történt. Többetek társamon is láttam, hogy ezen emésztette magát, ez hosszú távon nem vezet semmire. Hogy vagy most? Hát egyre jobban. Én a legelején az intenzív osztályon voltam, ott szó szerint az életemért küzdöttek, és utána a legelemibb, legapróbb, vagy legegyszerűbbnek tűnő dolgokat is meg kellett tanulnom, újra kellett tanulni, lélegezni, nyelni, az vagy 10 nap volt, mire normálisan tudtam nyelni. Újra napokig tartott, amikor újra tudtam beszélni, a hangszálaim teljesen elgyengültek, újra edzésbe kellett hozni őket, és így megtanultam azt, hogy a legapróbb dolgoknak is örülni kell, hogyha meg tudjuk csinálni, hogyha kezet tudok mosni, az már nagyon jó, vagy fogat mosni, óriási élmény. Tehát így az apró dolgokat is megtanulja az ember becsülni. Ahhoz képest most már önállóan ki tudok szállni az ágyból, tudok közlekedni a kerekesszékkel, sőt, most már 2 hete bejárok a munkahelyemre, egyelőre csökkentett időbe, de műtéteket is végzek el, kezelek betegeket, vizsgálatokat csinálok, tehát ez óriási élmény. Mindig önmagadat akarod legyőzni minden helyzetben. Ezt gondolom, hogy most is így van. Teljesen hasonló helyzet volt, mint amikor komolyan sportoltam. Ugyanúgy, ahogy már kerekesszékbe tudtam szállni, onnantól kezdve is hasonló céljaim voltak. Először az osztálynak a folyosóján mentem időre a kerekesszékkel. Először csak 5 kört tudtam megtenni, 24 perc alatt először, és azt így pár hónap alatt sikerült 8 percre leredukálni. Utána már az intézet folyosóján, a teljes intézetet jártam be, úgy köröztem, először 5 kört, ott aztán 10-et, aztán utána már jobb idő lett, akkor kiszabadultam, és kint is elkezdtem ezt a dolgot, és ugyanazt az élményt adtam, mint hogy mondjuk 35-tel megyek 180 km biciklin, ugyanazt az élményt adta az is, hogy így a kerekesszéket hajtottam és próbáltam az adott körön jobb és jobb időket elérni. Ugyanúgy az önmagam legyőzéséről volt szó. Egy ilyen súlyos sérülés után a legfontosabb faktor, hogy mennyire lesz elégedett az ember az életével, mennyire érzi teljes értékűnek a párja. A legfontosabb, hogyha támogatja, akkor nagy valószínűséggel a sérülés fokától függetlenül elégedett lesz az életével, és úgy gondolhatja, hogy teljes életet fog élni, hogyha mellette van a társa, és mindenben segíti. Sajnos ott az intézetben nagyon sok olyat láttam, hogy felbomlottak kapcsolatok, igen sokan a munkájuk végzésére alkalmatlanná váltak, és a munkájuk nem támogatta őket, a munkanélkülivé váltak, egész súlyos szociális problémák is adódhattak ebből az egészből. Szerencsére engem ez minden téren elkerült. Így egy ilyen után látja az ember, hogy mi az igazán fontos, és ez a család az a legfontosabb. Az döbbentett rá, hogy így minden relatív, hogy a gyógytornászom mesélte az egyik betegéről, aki tetraplékként, tehát kezei is bénultak voltak, így meg tudott tanulni kiszállni az ágyból a kerekesszékbe.
azt használta ki, hogy a időnként a kezeibe görcsök jelentek meg, és az annak a használatával sikerült neki megtanulni ezt az ágyból székbe transfert. Rengeteg erőt tapasztalhattál ezek szerint a környezetedben is, önmagadban is. Hát ott ez volt a norma. Helyre rakja az ember értékelését és önértékelését is, meg hogy mi fontos, mi kevésbé fontos, és tényleg az üzenete minden, hogy örüljünk mindennek a legapróbb dolgoknak. Ott a gerinc osztályon, aki már állni tudott, az egy óriási teljesítmény volt, aki még mondjuk korlátok között, vagy esetleg járókeretbe nagyon lassan járni tudott, vagy mozgatni a lábait, hát ez már egy óriási eredmény volt, az szinte sztárnak számított. Tehát örüljünk mindennek, hogyha egy nap fel tudunk kelni, és észre se veszük, hogy milyen gyorsan felöltözünk, ez se természetes, de az se, hogy lélegezni tudunk. Én nekem az napokba telt, amikor a lélegeztetőgépet már úgy lekapcsolták a segítségét, és izomlázam volt eleinte a borda közizmaimban ettől a légző mozgástól. A munkában, amennyire lehet, szeretnék visszatérni, nyilván nem olyan szinten, meg intenzitással, mint korábban, de újra dolgozni. Ez most már részben meg is valósul, bár még csak másfél órákat dolgozom naponta, de ezt szeretném kiterjeszteni. Nagyon sok mindent most a fiatal kollégák átvettek, amiket én csináltam korábban. Elég sok olyan műtétet csinálok, amit nagyon kevés állatorvos vagy, akár itt a régióban nem is nagyon csinálnak. Ezeket is mind szeretném megtanítani itt a munkatársaimnak és átadni. Illetve a sportban is vannak terveim. Felvettem a kapcsolatot egy jó barátom lett a Triatlon Szövetségnél a para szakágnak a felelőse, és vele felvettem a kapcsolatot, és segít, akár triatlonozni is szeretnék újra, úszni szeretnék újra, ami vagy kis bójával a lábomon, vagy akár anélkül is lehetséges. Az Óriban ilyen rehabilitáció is zajlik, ígéretem van arra, hogy ebben is segítenek majd. A kerékpározást azt handbike-kal csinálják, amit ilyen fekvő helyzetbe ülnek, és akkor így ilyen páros kézzel hagyják a handbike-ot, illetve a futás helyett vannak versenykerekesszékek, aminek nem két kicsi kereke van erről, hanem egy nagyobb, és egész komoly tempókat érnek el vele a versenyzők. Én amíg sportoltam az utolsó egy-két évben, azon mesterkedtem, hogy 3 óra le a maraton időmet levigyem. Ez nem sikerült, de talán most majd kerekesszékkel ez is sikerülni fog. Szeressük az életet, örüljünk neki, és értékeljük az apróságokat is, amit teljesen természetesnek veszünk, az se az, és értékeljük mindent, a legkisebb dolgot is úgy, hogy az egy kis apró csoda, és szeressük. Azt hiszem, a televíziós kollégák és sok szombathelyi nevében is mondhatom, hogy hajrá, Varjú Gábor! És ahogy ígértem, stúdió beszélgetéssel folytatjuk a következő percekben, bemutatjuk a Szervát ültetettek Győr-Moson-Sopron és Vas megyei egyesületét, amely éppen a napokban, június 26-án ünnepelte megalakulásának első évfordulóját. Tehát egy nagyon fiatal szervezetről van szó, és köszöntöm itt a stúdióban Erdős Orsolya aktív tagot az egyesület részéről, illetve Bela István alelnök urat. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, hiszen szervát ültetettek talán nincsenek annyira a társadalom fókuszában, és jó, ha beszélünk erről. Egy éve hozták létre tehát ezt az egyesületet. Mi volt az indítatás az alapításnál? Gyakorlatilag nagyon sok szervátültetett van. Minden 200. ember szervátültetett a statisztikák alapján, tehát több mint 5000 van az országban. És itt Győrmoson és Vas megyében gyakorlatilag itt nem volt szervezet. Tehát volt Zala megyében, délen, Pest megyében, de itt a közelben nem. És itt szerettük volna, hogy a hasonló egészségügyi állapotban lévő embereket, hogy összefogjuk, egy közösséget alapítsunk, egymást támogassuk, mert mindenki másképp éli meg a szervátültetést megelőző állapotot és azután a lévő állapotot is. És hát ez mindenkinek egy saját tapasztalat, amit tovább tud adni, egymásnak segítünk, nagyon különböző sorsok vannak, és nagyon sok nehézség van. Küzdünk a saját lelki állapotunkkal, a társadalommal, a munkával, a családdal, és hát ezt sokszor egy sorstárs tudja legjobban átélni, megélni, megérteni. Orsolyával találkoztunk hónap elején a civil reggelin, és ott elmesélte, hogy személyes indítatása is van a tagságának, és hogy a szervátültetettek megítélése is nagyon vegyes a társadalomban. Valahogy nem tudunk velük mit kezdeni. Hogy látja ezt? Beteg, nem beteg? Igen, ez a kérdéskör, már maga az a tudat furcsa, hogy ezt a szervet egy másik ember is használta valahol, hogy ez az enyém, most igen. Aztán ugye itt a különböző rokkantsági fokozatok, kit hova sorolnak, milyen ellátás, milyen lehetőségei vannak a munkavállalás terén. Nem egyszerű egy történet az immunhiánnyal harcolni. Ön Vese átültetett? Én is Vese átültetett, igen István is. Hányan vannak az egyesületben most? Kiket sikerült bevonni a tagok körébe? Hát, ugye tavaly 10 taggal alapítottuk meg az egyesületet, és akkor utána hamar lettünk 35-en, most még van 40 plusz pártoló tagszimpatizáns, tehát most körülbelül ilyen 70 embert, akit így közvetlen tudunk mozgósítani, de a cél ugye az, hogy ezt kiterjesszük. Tehát ugye ez körülbelül a családtagokkal, pártolótagokkal, tehát ez akár egy 500 fős létszámot is hozhat a két megyében. Említette, hogy a két megye fehér folt volt így az egyesület szempontjából, nem létezett korábban ilyen szervezet. Milyen célokat fogalmaztak meg azon túl, hogy tömörítik ezeket az embereket? Vannak-e érdekképviseleti szándékaik például, vagy állandó programjaik? Hát gyakorlatilag ugye több részt kategóriából besorolt, tehát van egy lelki támogatás, egy közösség, van sport rész, ami ugye gyakorlatilag hát 30%-on növeli meg a beültetett szerv átültetett élettartamát, és a transzplantáció előtt pedig nem mindegy, hogy milyen minőségbe és milyen hosszú ideig tudjuk időzjelbetéve kihúzni a transzplantációig. És ugye gyakorlatilag kulturális programokat szeretnénk szervezni, tehát ilyen színházbérletekre pályázunk, támogatókat keresünk, tehát hogy eljussanak a tagok edukációt, mind egészségügyileg, mind pszichológiaiak, hogy úgy mondjam, hogy a feldolgozás terén, és magát azt, hogy a társadalomban, hogy ez hogy nyilvánul meg, maga a szervát ültetett, hogy ki a könnyebb, hogy foglalkoztatunk, hogy foglalkoztatják a dializáltakat, például a veséseknél, aki mondjuk 3 naponta megy 4 órára be, de van, aki hasi dializált, az naponta 3-szor, és vannak olyan munkahelyek, ahol ezt gördülékenyen meg van oldva. De ugye ez terhet ró a munkáltatóra, a maga betegre, és ezt hát össze kell szinkronizálni, hangolni. És gyakorlatilag végülis az egész spektrumot szeretnénk így lefedni, ami az egész életvitellel, életmóddal kapcsolatos. Mennyire fontos az Orsolya, hogy közösséghez tartozás élményét is megélhetik az egyesületi tagok?
Hát az rendkívül, hát nekem az életszemléletemet, ha nem akarok élni től, hozta egyszer vissza egy ilyen közösség és a mozgás szeretete, és az, hogy nem vagyok egyedül ezzel a problémával, nem voltam egyedül a hasi dialízisemmel, mert rájöttem, hogy másik beteg is ugyanígy él, sportol, dolgozik. Milyen gyakran találkoznak a tagokkal? Ez milyen formában történik? Mondjuk van egy rendszeres heti egyesületi délutánjuk, vagy hogy kell ezt elképzelni? Ezt nem olyan egyszerű kivitelezni, ugye kettő megyét átülelünk, az utazási nehézségek, a helyszínt megtalálni. Támogatók hiába bárhova úgymond ülünk le, annak költségei vannak, amit valakinek állni kell. Egyrészt itt Vas megyében, ugyebár minden vasárnap, ahol elég sűrűn találkozom Istvánnal, is bowlingozni járunk, amit viszont ránk nem ró költségterhet, tehát ezt rendezik helyettünk. Ez ugye már maga a mozgás összehozta a barátságokat. Én sokat tanultam, mivel hogy az elején nem is értettem ehhez a játékhoz, és aztán a folyamatos rendezvényekről a Facebook oldalon tudunk tájékozódni. Én sem tudok mindig György-Sopron megyei rendezvényre eljutni, ők sem mindig érnek ide, de... És ugyanígy ugye most már az internetes kapcsolattartás, a privát vagy akár csoportos beszélgetések, ahol szintén egymás gondját, balját, búját és örömét főleg megosztjuk. Mert hogy az is van. Sikertörténetek. Olyanok is vannak a tagok sorában, akik még várakoznak a transzplantációra, és olyanok is, akik már átestek rajta? Tehát vegyes a társaság ilyen szempontból? Igen. És ugye van olyan is, aki transzplantált volt, de aztán kilöködött a szerv, és akkor most újra transzplantációra vár. Mert ez nem egy végleges állapot. Tehát ha jó esetben végleges, ha nem, akkor az egy újabb fordulat. Tehát így. Mennyire tud az Egyesület a pszichológiai lelki segítségnyújtásba belefolyni? Azon kívül, hogy ezek a privát beszélgetések nyilván zajlanak az egyesületi foglalkozásokon kívül is telefonon egymás között, van ennek valamilyen lehetősége, fóruma? Hát ez is ugye gyakorlatilag kialakításban van, mert ugye orvosokat keresünk meg, akik mind tehát pszichiátriai oldalról, mind diabétesz oldalról, hogy támogatnak, előadásokat tartanak. Ugye kapcsolódunk az országos szervezethez is, az MSZ-hez. Ugye ők egy erdő szervezet, és ők fogják össze a több kisebb egyesületet, és így tehát amikor a találkozások, az edukációk, tehát őknek is van éves rendezvényük. Nekünk például, hogy tömény tavasszal volt a tollas labda, akkor ott jövünk össze sportba, most az életmódtáborunk, ősszel megint lesz egy tollas rendezvényünk. Ezek ugye például sportoldalról mondjuk egy kvalifikációs verseny is mondjuk ugye országosan ugye van, például augusztusban lesz a oxfordi transzplantátok játéka, és van, aki már olyan élsportolóbb a transzplantátok közül az oda jut ki, akkor azt is ugye támogatni, segíteni. Tehát így mindig van, tehát legalább két havonta mindig van egy-egy ilyen közös program, amin így jövünk össze. A budapesti klinikának, illetve az országos szervezetnek viszont már vannak erre szakemberei, sőt olyan pszichológus, aki maga is szervát ültetett és pszichológus. Sőt, a Covid idején az ő oldalukon voltak ilyen rövid kis videófelvételek, az volt a neve, hogy lelki immunerősítő. Én is belenéztem, de inkább arra ott már van lehetőség, hogy személyesen kérjen valaki konzultációt, illetve bárki úgy érzi, hogy neki olyan személyes problémája van, hogy ezt egy orvossal, pszichológussal segítségét kell, hogy kérje, az biztos, hogy már az a támogatás egy oldala, hogy ne szégyelj orvoshoz fordulni, szakembert keresni, mert ez ugye nem hiba, a régi felfogással ellentétben nem szégyen, ha valakin úgy érzi, hogy itt tudja a problémáját, vagy ezt a terhet megemészteni magában. Említette az életmód táborukat, aminek Kőszeg adott helyet a közelmúltban. Egy picit azért részletesebben beszéljünk erről, hogy mit is jelentett ez, milyen programokkal készültek a résztvevőknek, hogyan zajlott? Hát ugye mi mondjuk ugye a szervező része, ugye már pénteken lementünk. Háromnapos? Vagy egy hát hetes? Ez két éjszakás. Két és fél nap, igen. Tehát gyakorlatilag a péntek délután, szombat, meg a vasárnap délelőtt. És ugye pénteken akkor ugye szerveztünk, előkészítettünk, szombaton jöttek a
úgymond a tagok, akik ugye egynaposra jöttek, és akkor szerveztünk egy túrát, ami majdnem egy ilyen 10 kilométeres túra volt, a Óház, tehát kilátó, Kékforrás, és meglepően mindenki nagyon jó örömmel ment mindenki, tehát aki először el sem bírta képzelni, hogy mondjuk 10 kilométert menjen mondjuk így hegybe, vígan elgyalogolt, tehát gyakorlatilag utána egy ilyen közösségi beszélgetés keretében főzőcskéztünk, bográcsoztunk, és akkor így telt el. Mostanra pedig a Zorsinak a kíséretében, támogatásában ugye megnéztük a Patika Múzeumot, meg a tábornokok házát, meg egy kicsi körbevezetés volt mondjuk így Kőszegen. Mondjuk én is helyi vagyok, de nekem is azért egy-két újdonság volt, hogy erre még nem is jártam. Március 21-én van az Ismeretlen Donorok emléknapja. Önök transzplantáltként tudhatnak bármit arról, hogy kitől kapják a szerveiket? Nem. Nem. Annyit tudunk, hogy esetleg melyik országból, melyik részről lehetett. Uh-huh. Tehát ennyit tudhatunk. Ezért csak, hogy a nézők érzékeljék az arányokat. Magyarországon eddig, 2022-ben 126 szervát ültetés történt. Tehát mondjuk szinte minden nap egy, hogyha úgy vesszük, és a leggyakoribb a vese átültetés 86. Az önök tagságában is ezek az arányok mutatkoznak meg? Tehát itt van, hogy vese, máj és szívát ültetettek, ezek a leggyakoribbak. Igen. Hát mondhatjuk úgy, hogy körülbelül ez a száma képződnek le, de tehát nem ennyire. Tehát mondjuk most lehet, hogy több májas van, mint az országos tehát átlagban van gerincvedlő átültetett, van tüdő, tehát most nem teljesen, de azért így, ha szerintem növekszenek a számok, a tagszámok, akkor valószínű ezek az arányok fognak leképződni az Egyesületünkbe is. Említette az őszi programjukat, beszéljünk még egy kicsit arról, mit terveznek a jövőben, hiszen egy év telt el, most azért vannak már tapasztalatok, de mégiscsak gyerekcipőben jár még az Egyesület. Hát ugye még az őszi programon kívül, tehát gyakorlatilag még túrákat, tehát maga a tollason kívül még ugye túrákat, tehát ilyen teljesítménytúrákhoz is szeretnénk kapcsolódni, vagy tehát akár egy ilyen bakonyi túrába, meg lesznek ilyen különböző ilyen futó események, amikre szeretnénk kapcsolódni. Ugye most a támogatókat is próbáljuk felkutatni, és ugye mindet, ahogy az anyagi lehetőségeink alakulnak, úgy szeretnénk minden programot, tehát ezt így kibővíteni. Tehát maga a kulturális részt, magát, aztán maga akár az utaztatási részt neki. És reméljük, hogy így a Covid után most már fel is tud élénkülni ez a közösségi egyesületi élet. Orsolya, hol lehet önöket megtalálni, hogyha valaki érdeklődne a jelentkezés iránt az egyesületbe? Hát a legegyszerűbb ugye az internet segítségével, úgymond a közösségi oldalon. Ezt ugye akkor hónap elején is elmondtam, hogy próbaképpen én is beütöttem a szervát ültetettek szót, és elkezdtem csak azt írni, hogy Győr, itt a találatok között már feldobta az egyesületünket, és ugye felmerült, hogy igen, de mi van, ha valaki netfóbiás, de többen ennyit válaszoltak nekem is a többiek, hogy olyan nincs, hogy a szomszédnéni, vagy az unoka, vagy valaki ne lenne, aki, ha csak egyetlen egyszer megkeres minket, megnéz egy telefonszámot onnantól, bármilyen formában, ha megcsörgeti a ki ebben illetékes, vissza fogják hívni, és keresni fogják, és postai úton is lehet kapcsolatot tartani bármilyen módon. És egy írhatnak nekünk e-mailt is, az infokukac győrszevas.hu-ra, és ugye fejlesztés alatt van most a honlapunk is, előbb-utóbb az is elérkezik és meg lesz, és ugyanezen a címen lesz elérhető. És egy nagyon jó kis közösséghez csatlakozhat az, aki jelentkezik, ahol a mozgás és a sport az egy kulcsfontosságú dolog, ahogy hallottuk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és sikeres egyesületi munkát kívánok a jövőre nézve is. Köszönjük szépen.
Kedves nézőinknek pedig a figyelmüket köszönöm, szép estét, jó televíziózást kívánok, viszontlátásra!